Tojástermelő telepet építettek volna a vádlottak Pécsváradon. Ehhez több céget is létrehoztak, az egyikkel pedig részben uniós, részben állami mezőgazdasági támogatásra pályáztak, összesen több mint 725 millió forintra. A pályázatban azt vállalták, hogy 470 millió forintért egy már meglévő telep épületeit korszerűsítik, 242 millió forintért pedig gépeket vesznek. A támogatási igényben jelentősen túlárazták a majd megvalósítandó beruházást, mivel hogy a támogatásnak a feltétele az volt, hogy ahhoz jelentős mennyiségű önerő is kellett volna, amellyel azonban a vádlottak nem rendelkeztek. A pénzt végül megkapták, ám az eredetileg pályázottnál sokkal olcsóbb és rosszabb minőségű gépeket vettek, és az építkezéskor elvégzett munkát is eleve túlárazottan tüntették fel a pályázatban. De nem csak így csaltak a vádlottak az ügyész szerint, hanem a cégeik könyvelését is meghamisították. Ehhez egy Szlovákiában bejegyzett vállalkozást használtak, amitől papíron szellemi terméket, egy gyártási technológia leírását vették meg. Tojóbaktériák vásárlására kötöttek licenszerződéseket, ténylegesen azonban semmiféle licenszet nem vásároltak, ez arra szolgált, hogy költségként magas összegeket elszámolhassanak, így az adófizetési kötelezettségüket, az adóalapot is csökkentették ezáltal. A sorozatos csalás végül az adóhatóságnak tűnt fel, ők kezdtek nyomozni az ügyben, aminek mostanra 7 vádlottja van. Az ügyészség szerint az elsőrendű vádlott irányította az egész folyamatot, a felesége pedig a könyveléseket intézte. A legfiatalabb vádlott pedig még 21 évesen volt a bűncselekmények elkövetésekor. Ha a bíróság bűnösnek mondja ki őket, akkor a különösen nagyértékű költségvetési csalás mellett még több bűncselekményért is felelniük kell, és vissza kell fizetniük az okozott 725 millió forint kárt.